Pakson a Napsugár óvoda Dunakömlödi tag óvodájában az egyik dolgozónak pozitív lett a koronavírus tesztje, melynek következményeként mindenkit teszt alá vontak az intézményben. A fertőződés az őszi szünet előtti utolsó munkanapon történhetett, hangzott el a sajtótájékoztatón. A dolgozók a teszt eredmény megérkezéséig házi karanténban vannak. A hétvégén a tagóvodát, a Dunakömlődi tagóvodát hidegfüstképző eljárással fertőtlenítik a partnereink, akik az első hullám ideje alatt is fertőtlenítették az intézményeinket. Pakson a polgármesteri hivatalban is pozitív tesztje lett egy dolgozónak, akinek az utolsó munkanapja október 22-én volt. A kolléga ügyfeles feladatokat nem látott el. Az érintett kollégáknál ugye a kontaktus követő 10. nap e hét végén le fog telni, és meglehetősen kevés 3-4 kolléga érintett az ő esetében. A hivatalban már szeptember óta elő van írva a kötelező maszk használata a közös helyiségekben és a közös munka során, így viszonylag szűk azoknak a köre, akik érintettek lehetnek.